Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, aki a klasszisnak a podcastját követi. Engem Rácz Gergőnek hívnak, Ejden József szakértő kollégámmal beszélgetünk ma a kriptoeszközöknek a piacáról, ami egy újabb löketet kapott mostanában. ETF, Exchange Traded Funds. Józsi, kérlek, fejts ki, hogy ez mit jelent. A tőzsdén kereskedett alapok vagy RTF-ek egy elég viszonylag egyszerű befektetési eszközt jelentenek. Magyarországon is van ilyen egyébként a Bux Indexre. Egyszerűen egy olyan befektetési alapot jelent, ami valamilyen mögöttes részvénykosár, index vagy árupiaci termék vásárlásában jeleskedik. Egyszerűen megvesz egy adott terméket, tartogatja, nem variálja a befektetéseit, és tőzsdén lehet adni-venni általában viszonylag egyszerű, ezért sokan szereti kis, kis befektetők, intézményi befektetők is. És hát ami most történt, az az volt, hogy körülbelül tíz év várakozás után végre az Egyesült Államokban egy bitcoin ETF-et is engedélyeztek, amitől az ottani de felügyelet a CAC eddig meredeken elzárkozott, ezzel valószínűleg megnyílt a tér egy újabb befektetői csoport előtt, akik eddig nem akartak vagy nem tudtak befektetési befektetéseik közé felvenni bitcoint, vagy azért, mert például intézményi befektetőként ezt megtiltották nekik a jogszabályok, vagy a saját szabályzataik, vagy pedig például kis befektetőként nem bíztak annyira ebben az eszközben, hogy meg tudják venni. Így viszont, hogy be van csomagolva egy hagyományosabb, jobban ismert befektetési termékbe, az ETF-be, és viszonylag körül van bástyázva jogszabályokkal, itt a befektetők védelme, így ez lehetővé válik, illetve többek figyelmét felkeltheti. Ezt azonban már nagyon régóta várta a piac, és körülbelül őszelejétől egy bírósági ítélet nyomán úgy egyre inkább biztosra vették, hogy ez be fog következni valamikor legkésőbb januárban, úgyhogy beépült már a várakozásokba, és a bitcoin árfolyamát jelentős részben ezt tolta felfelé tavaly az év második felében, vagy az utolsó harmadában, és azóta pedig esik a bitcoin. Te is mondod, hogy ez egy évtizedes várakozásnak a mondjuk úgy, hogy beteljesülése. Mi tartott ennyi ideig? Mi volt a baj ez, ebbe, ezzel az eszközosztálya, hogy ennyit kellett várni a piacoknak, hogy ezzel tudjon ilyen formában kereskedni? Hát attól függ, hogy kit kérdezünk, hogyha hagyományos befektetési szektor különböző szereplőit kérdezők, azok között nagyon sok olyat találunk, akik szerint ez a befektetési osztály esetleg nem is létezik, akik szerint a bitcoin nem ér semmit, akik szerint az egész egy nagy pilótajáték, akik szerint Nincs mögötte semmi, az amerikai hatóságok egyrészt ezt szerint nem felel meg az ottani jogszabályoknak, túlságosan veszélyes, túlságosan volatilis, senki semmiféle garanciát nem ad a tulajdonosok számára, vagy a vásárlók, vagy a befektetők számára, és ezért túlságosan veszélyes, és leginkább az egészet gyorsan be kéne tiltani. Tehát itt egy kicsit a hagyományos befektetési szektor, a hagyományos pénzügyi szektor és, a, és az új kicsi forradalmár, kicsi kaotikus, kicsi anar, anarchista ö, kriptovaluta szektor közötti harcot is látunk, amit ami tulajdonképpen itt egy, egy egy győzelemmel végződött a kriptoszektor számára. De ez a harc még valószínűleg nem ért véget. Most is még a napokban is érkezett olyan hír, mely szerint egy újabb törvényjavaslatot készül valaki beteljeszteni az amerikai Egyesült Államokban, ami arról szólna, hogy a kriptoeszközökkel foglalkozó vállalkozások számára is olyan szabályokat írjanak elő az ügyfélazonosításra, mint ahhoz a hagyományos bankszektorban, ez eléggé vágná a szektor egy jelentős részét. Annyiban hat provokálja, alak egy kicsit, hogy ezekben a szempontokban, amiket most felvázoltál, köteleződjön. Szerinted ez az egész eszközállomány, ez pilótajáték, ez egy legitim befektetési osztály, de hogy ítéled meg ezt az egész helyzetet? Is, is, pilótajáték is, de ha pilótajáték, akkor a világ legzseniálisabb pilótajátéka, amely már többször összeomlott és több többször újra főnix madárként feltámadt a saját hanvaiból. Bizonyos szempontból azonban a részvénypiac is pilóta játékot, és mindenki arra játszik, vagy nagyon sokan arra játszanak, hogy majd jön egy újabb hülye, aki magasabb áron megvásárolja tőle azt az adott terméket, amit ő megvásárolt. Ilyen szempontból, bizonyos szempontból hasonlítanak egymáshoz. Mondjuk vannak különbségek is, a részvénytársaságok többsége ugye nyereséget termel, és valahogy a gazdasági fejlődéssel valamiféle növekedésre képes, és azt mondják, hogy értéket állít elő, ezt a kriptoeszközök egy része nem teszi. Én azonban úgy gondolom, hogy a kriptoeszközök egy része úgy viselkedik, mint mondjuk az arany, amely szintén nem termel különösképpen semmit, nem kamatozik, nem fizet osztalékot, tehát egyfajta árupiaci termékként viselkedik. Másrészt, másik része pedig úgy viselkedik, mint egyfajta startup cégek, tehát a feltörekvő, friss, új vállalkozások részvényei. Felhoztad az aranyt, ez egy eléggé sokat emlegetett párhuzam. Éppen azért, mert hogy ahogy mondott te is, egy árupiaci termék, tehát van egy felső korlátja annak, ami mondjuk elérhető, és ez az, ami meghatározza az értékét a piacon, amiért adják meg veszik. A bitcoin meg a legtöbb alapvető kriptoeszköz is ebből a szempontból ilyen. Hogy látod, hogy például a, a, akár a bitcoin, akár valamelyik másik kriptoeszköz dominánsan át tudja venni azt a szerepet, amit mondjuk a az arany betölt a pénzpiacokon, mint egy ilyen, hát egy tartalékeszköz tulajdonképpen? nem tudom, hogy át tudja -e venni, nem tudom, hogy át akarja-e venni, mindenképpen egy plusz befektetési termék, ami, ami korábban nem volt, és a modern, modern kor bizonyos kihívásainak jobban megfelel, hiszen mondjuk aranyat Japánból, Ausztráliába vagy Dél-Amerikába mozgatni meglehetősen nehézkes, a bitcoin ugyanezt körülbelül 13 percen belül meg lehet tenni, egyes kriptodevizákkal pedig 5 másodpercen belül. Tehát valahogy a modern digitális világban ezek a kriptoeszközök jobban alkalmasak különböző műveletek elvégzésére. Amint említettem, a bitcoin azonban, egyébként csak a bitcoin az, amelyik igazából korlátos mennyiségű, talán még az is is ide, ide sorolhatjuk. Rendkívül sok olyan kriptoeszköz van, amelynek a mennyisége változik, nő, sőt kifejezetten erősen inflálódik, kifejezetten nagyon nő a mennyisége, ilyen szempontból ezek érdemes, érdemes lenne a kriptovalutákat egy kicsit jobban kategorizálni, és ez, erről is gyakran beszélni, mert nagyon sok létezik között, közülük. Ez a szektor már, már, olyan hatalmas nagy, hogy, hogy leginkább a részvénypiachoz tudnám hasonlítani. Tehát a részvénypiacon is mondjuk Amerikában több ezer részvény szerepel, a világban talán több tízezer is és a kriptovalutákból is van sok ezer, legalább több száz, ami komolyan vehető, legalább pár ezer, amely valamilyen szempontból pályázhat arra a címre, hogy komoly legyen. Egyébként pedig összesen több tízezeret hoztak már létre, és a számuk naponta újabb fél tucatnyival, tucatnyival nő. Tehát egy olyan hatalmas világ, amely lassan, lassan a részvénypiachoz fogható bonyolultsággal és, és, és rétegződéssel és sok rétűséggel rendelkezik, és lassan egy külön tudományággal válik ezek elemzése és követése. Azt te is említetted, hogy ezer számra vannak ilyen eszközök. Sok ezer a, a, a teljes piacon. Leginkább még mondjuk, aki a, ennek az egész szektornak a felszínét ismeri, csak mert miért ismerné jobban, hogyha nem befektetési szakember, akkor mondjuk a Bitcoinról, vagy amit te is említettél az Ethereumról, arról már hallott. Nagyon nagy különbségek vannak az eszközök között, amit tényleg ilyen mélységben kell értenie valakinek, hogyha ebbe befektetési perspektívákat keresne? Nagyon sokféle befektetési stratégia van, nagyon sokféle módja van annak, hogy hogyan lehet pénzt keresni ezen a piacon. Az egyik módszer, amikor valaki megvásárolja, és ráül évekig mondjuk a bitcoinra. Ez, ez nyilván ez nem amit nagyomra. ha jól, jól tudom, amit így a hold stratégiának stratégiának szokott. Ami a holding tartani szóból jön tulajdonképpen, ugyanezt meg lehet tenni az Ethereummal is, ám a többi kriptovalutával nem igazán javasolt. Kimutatták, hogy az utóbbi években a korábban kibocsátott kriptovaluták egy igen nagy százaléka, attól függ, hogy milyen időszakot vizsgálunk, 60-70-81 esetleg 90 százaléka is csak veszített értékéből. Egy részben azért, mert mint említettem, egyeseknek a mennyisége folyamatosan növekszik, tehát tulajdonképpen inflálják, egy részben azért, mert amint említettem, ezek a startup vállalkozások részvényeiként működnek, és a startup vállalkozások egy jelentős része bizony a való világban is csődbe szokott menni, 10 tízből talán 6-7-8 attól függ, hogy mikor, milyen időszakban, milyen környezetben. Tehát a kisebb, sőt közepes kapitalizációjú, tehát nagyságú kriptovalutákat megvásárolni az átlagember számára szerintem egyáltalán nem ajánlott. Hogyha én most kitalálnám, hogy ráugrok erre a piacra, és kibocsájtanék egy ilyen eszközt, akkor azt hogy tenném meg? Ülj le és olvas egy éven keresztül, és ne nyújj hozzá, ez az egyik gyakori tanács. Egy másik, hogy próbálj meg olyan forrásokat keresni, amelyek kritikusak, amelyek, 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 amelyek megpróbálják sok szempontból megnézni ezt a piacot. Nagyon sok olyan forrás van, nagyon sok olyan szerző van, ami valamilyen szempontból elfogult, vagy a kriptodevizák irányába, vagy ellenük. Tehát vannak például az úgynevezett bitcoin maxik, akik azt hajtogatják, hogy csak a bitcoin ér valamit, és az összes többi az értéktelen, vagy azzal fog válni. Amint említettem, ez is egy igen-igen bonyolult világ, nem nagyon uh, nehéz megtanulni, mint ahogy a hagyományos részvénypiacot is nehéz megtanulni, és az átlag emberek nem értenek hozzá. Ez talán még nehezebb, mert még mondjuk egy OTP vagy egy magyar telekom esetében tudjuk, hogy az adott cég mivel foglalkozik. Most, ha azt mondom, hogy arbitrum vagy optimizm, akkor az emberek 99,99%-a nem tudja, hogy ezek mivel foglalkoznak. Pedig benne vannak az első 20-ban, 30-ban. Ja, visszakanyarodtál a bitcoinhoz. A bitcoinnak a LTF kapcsán vannak most fejlemények, de az is napi renden van, hogy lesz ebbe az egész blokkláncba úgymond egy újabb felezés, ha ezt jól mondom. Ezt fejtsd ki, kérlek, hogy ez mit jelent, és hogy ez milyen hatással lehet az árfolyamra. A bitcoin... Alaptörvényében, azaz kódjában rögzítve van, hogy négy évenként az újonnan kibocsátandó bitcoinok száma feleződik. Ö, nem mondok inkább számokat, lényeg az, hogy amíg eddig éves szinten 1,8%-nyi vagy 1,7%-nyi új bitcoin keletkezett áprilistól, ez körülbelül 0,8-0,9%-ra fog csökkenni alacsonyabb lesz az inflációja, mint a legtöbb ország pénzének. Ez akkor feltételez egy mennyiségi szűkösséget. Ez tehát egy, mennyi, egy át mennyiségi át csökkenést nem? jelent. Ezeket a bitcoinokat egyébként a rendszert üzemeltető úgynevezett bányászok kapják, akik ennek egy nagy részét el szokták adni, már csak azért is, hogy kifizethessék a villanyszámlájukat, vagy újabb gépeket vásárolhassanak, amelyel úgymond bitcoint bányásznak mivel kevesebb ilyen bevételük lesz, feltetőleg a bányászok köre szűkülni fog, ha csak nem emelkedik az árfolyam, és az utóbbi ilyen alkalmaktól, talán három ilyen volt eddig, de az utóbbi ilyen alkalmak után mindig emelkedett a bitcoin árfolyama, nem azonnal, hanem hónapok alatt, és alapvetően úgy tartják, hogy ez egy jó hatással van a piacra. Ugyanakkor miután ez a hatás, hogy mennyiségileg úgy egyre kisebb, hiszen a felének a felének a fele már ugye eléggé -e kevéske, ahogy már többször feleződött, szóval egyre csökkenni látszik ez a hatás, tehát lehet, hogy már nem lesz olyan látványos, mint volt 8 évvel ezelőtt. Tehát ha jól veszem ki a szavaidból, akkor Éppen azért, mert kalkulálhatók ezek az események, akkor alapértelmezésben már be van árazva a piac. Már akár be is lehet amit. árazva, igen, az is elképzelhető, hogy a következő hónapokban tovább fog esni az árfolyam, mint ahogy az utóbbi körülbelül 10 napban esett is körülbelül 20 ot a bitcoin árfolyama, annak ellenére, hogy jó hír érkezett ugye az ETF-ről, amit említettünk. A más, éppen ezek a nagy árfolyam kilengések. Ez az, amit lehet például a bitcoinnál hallani, többször, és ráadásul a bitcoin az, ami úgy a többi eszközt is azért eléggé alapvetően húzza jobbra vagy balra a piacon, hogy egy-egy nagyobb tranzakció, amit bánának szoktak becézni, -be -be ami akár több millió dollár is lehet, vagy akár milliárdos tétel is, az az, ami meghatározza, és nincsen igazi piaca ennek az egésznek. Tehát egy-egy na, nagy tranzakció az az, ami úgy lép jobbra vagy balra, az az, amit nézünk de a kis befektető igazából ezzel nem tud mit kezdeni. Ezt hogy látod? Sok kicsi sokra megy időnként, tehát lehet, hogy egy ellen ellensúlyozni tud az egész piac, hogyha mondjuk egyébként mindenki vásárol. Biztos, hogy egy nagy eladó nagy hatással van a piacra, de azért az is előfordulhat, hogy, hogy kevés ehhez. Most egyébként valószínűleg azt látjuk, amikor egy nagy eladó nagy hatás gyakorol, ugyanis a 2022 őszén csődbe ment FTX nevezetű kriptótős, de felszámolásából származó, a körülbelül egy milliárd dollárnyi bitcoin ömlött nemrég a piacra, ez valószínűleg eléggé hozzájárult a jelenlegi árfolyameséshez, bár az is benne lehetett, hogy a korábbi várakozások nyomán már egy év alatt valamilyen a körülbelül két és félszeresére, vagy még jobban felment a bitcoin árfolyama, és hát egy ilyen meredek, eléggé nagy emelkedés után azért egy kisebb korrekció már igen esedékes volt. Azt mondott, hogy sok kicsi, sokra megy. Én, amikor befektetési szakembereket erről, erről a témáról megkérdeztem, hogy a transakciók, amikről most így beszélünk, az tényleges pénzmozgást jelent, úgyis, mint hogy az tranzaktálunk, tehát veszek tőled mondjuk több száz millió dollárért valamit, vagy ténylegesen csak arról van szó, hogy egy alapkezelő, aki benne van ebbe a piaci szegmensbe, éppen átrendezgeti a saját számláit. Hát ha valaki a saját számlája között kötögeti át a különböző befektetési termékeket, akkor az nem kell, hogy az árfolyamot befolyásolja, vagy nem igazán szabadna, hogy az árfolyamot befolyásolja. Ebben az esetben, ha egy céget felszámolnak, és annak a vagyonát a piacra öntik, akkor ez természetesen árfolyam befolyásoló tényező. Aztán még van úgy, úgynevezett wash trading, amikor valaki szándékosan próbál valamilyen olyan benyomást kelteni, hogy, hogy valahol nagy forgalom van, és azért titokban kötögeti át a saját készleteit egyik helyről a másikra valamilyen speciális okból. Itt, itt most nem hiszem, hogy erről lenne szó, bár ilyesmivel is vádolták már sokszor a szektort, és ez is szerepelt az amerikai de felügyelet aggájai között. Ö, egyszerűen a piac bonyolult, sokféle szereplő van rajta, kicsik is, nagyok is, sokféle motivációik vannak, sokféle indítatásuk van, vannak akik például soha nem adják el a bitcoinjukat, vannak akik, akik hozzá sem nyúltak, nemrég volt ugye 15 éves a bitcoin és az alapítók ö, számlái közül néhány a mai napig teljesen érintetlen, vagy csak viccből küldött rá valaki valamilyen mennyiséget. Ö, attól függ, mi, mi esete válogatja, vagy éppen mi, mi mozgatja a piacot. Vannak cégek, amelyek abból élnek, hogy ö, ízekre szedik, és végig elemezgetik ezeket a tranzakciókat, megpróbálják kategorizálni a befektetői csoportokat, megpróbálják a motivációikat feltárni, és aztán ebből hatalmas elemzéseket írnak. Számos ilyet lehet olvasni az interneten, akár ingyen is. Te is említetted azt, hogy ebbe a szegmensben van, több ezer termék a piacon. Azzal, hogy most volt egy évtizedes távlatból előrelépés, ami talán egy legitimációs folyamatnak egy komoly mérföldköve lehet. Az a többi sok ezer termékre, ami a piacon van, vagy a piacra jöhet, az hogy fog hatni? Hallani olyan ilyen pump and dumpnak nevezett megfejtésekről, amikor valamilyen kriptó eszközt így a piacra dobok, felfújom az árfolyamát, aztán amikor felmegy, akkor eladom, és akkor eltűnök a bánatba. Tehát ez a pilóta játéknak, amit még korábban említettél, a tipikus esete. Ez továbbra is benne fog maradni a pakliban, vagy az, hogy most a, a szabályozói rendszer az úgy tűnik, hogy jobban a keblére öreli ezt a szegmest, ez javítani fogja a piaci felügyeletet a lehetőségeit és a körülményeket. Attól, hogy ezeket a bitcoin ETF-eket engedélyezték, ez a többit elvileg konkrétan nem érinti, azokról szó sem igazán volt itt. A csalások mindig is voltak ebben a szegmensben, ahogy egyébként a hagyományos befektetési világban is. Amiért itt talán gyakoribbak és nagyobb károkat okoznak, az egyrészt a befektetők tudatlansága, ahogy szintén volt rá szó, volt róla szó. Sokan úgy vágnak ebbe bele, hogy nem értenek hozzá. Másrészt pedig nagyon könnyű új érméket létrehozni, ezekhez egy komolynak látszó úgynevezett ökoszisztémát köré építeni, weboldal, web Twitter-oldal, Discord csatornák, stb. létrehozni, megpróbálni eladni egy értéktelen kriptovalutát a, a népnek úgy, hogy, 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 hogy azt feltétlenül hogy elhiggyék, hogy ez valamilyen értékkel bír. Akár én is meg tudnám most már csinálni, annyi ilyet láttam. Egyszerűen a befektetőknek is tanulniuk kellene, a szabályozóknak jó lenne, hogyha végre felfognák, hogy tiltás helyett egyszerűen rendesen, valamiféle rendes szabályozást kellene alkotniuk, és hát valahogy a különböző olyan intézmények, szakmai szervezetek, kriptotősdék, elemző cégek is talán nagyobb gondot kellene, hogy fordítsanak erre, hogy, hogy, hogy megelőzzék az ilyen eseteket, amelyek, amelyek az egész szektorra negatív hatással vannak. Vannak egyébként ilyen kezdeményezések, van olyan oldal is, ahol például a hekertámadásokat sorolják fel, van olyan oldal, amely, amely különböző csaló, megoldásokat, csaló kriptovalutákat tár fel, nagyon-nagyon sokféle fejlesztés folyik, nagyon sokféle kisebb, nagyobb vállalkozás van, amely például szolgáltatással foglalkozik. Ez egy borzasztó gyorsan fejlődő és pesgő világ. A, hogy látod most mondjuk a, most ha egy, azt nézzük, hogy egy évtizedig vártunk, ameddig ed eddig a szabályozói szintig eljutottunk mondjuk a bitcoinnal, mint a legfejlettebb vagy a leginkább ismert eszközzel. A következő tíz évét ennek a szegmesnek. Most kérdezem azért, mert a Bitcoin alapértelmezésben pénzként, meg valutának is hívjuk. Tehát a valuta az olyasmi, amivel tudok venni dolgokat. De te is mondod, hogy az alapértelmezésben egy árupiaci terméknek tekinthető leginkább, vagy egy tőzsdei terméknek. Mi lesz az evolúciója ennek az egész szegmensnek? Úgy gondolom, hogy nem érdemes itt kategóriákba, a régi kategóriákba beleszúszakolni valamit, mert mit csinálsz egy olyan termékkel, ami árupiaci termékként is funkcionál, pénzként is funkcionál, részvényként is funkcionál, és tulajdonképpen egy szoftver. Írja le az egésznek a működését például, vagy egy olyan kriptovalutával, amelyel lehet szavazni, át lehet utalni pénzként, és részvényszerűen valamiféle osztalékszerű jövedelmet is tud biztosítani a tulajdonosának. Létre kellene hozni egy kriptovaluta törvényt szerintem, amely leírja ezeket a különleges eszközöket, amelyekhez fogható eddig igazából nem volt, vagy csak rész, egyes tulajdonságai egyeznek meg a korábbival. Ezt hogy képzelnéd el? Ez, ez akkor gyanítom, hogy egy nemzetközi valami lenne lévén, hogy a Miután egy teljesen nemzetközi eszközről van szó, itt a nemzetkö, nemzeti szabályozásnak szinte semmi értelme véleményem szerint. Egyébként pedig nem látok tíz évre, sőt néha tíz napra előre sem. Mondjuk ezért is nagyon nehéz lenne a szabályozók dolga, mert iszonyatosan Gyorsan változó és bonyolult világról van szó, mire megírnának egy törvényt, már elavulna. Uh -huh. Lehet, hogy ezért is nem csinálják. Valamelyest azért úgy tűnik, hogy az államok, mondjuk a jegybankok felismerték ezt egy jelenségként, talán fenyegetettségként, azért is több, he több helyen, így Magyarországon is pontolgatják azt, hogy legyen egy digitális, virtuális forint. Itt a, egy, egy, kriptónak, aminek praktikusan nincsen kibocsátója, viszont van mögötte egy beláthatatlan piac, versus egy jegybank által kibocsátott virtuális pénz, annak milyen lesz a versenypiaci összecsapása? Nagyon nehéz ezt megmondani. Egyelőre úgy tűnik, hogy az államok sem nagyon sietnek ezzel a digitális dologgal, legalábbis sok állam nem siet. Aztán lehet, hogy majd később kapkodni fognak, hogyha az emberek nagyon használják a kriptókat. Igazából egyes országokban lehet, hogy a kriptó már most lekörözte a hagyományos pénzügyi rendszer de ezek általában feltörekvő országok, ahol a bankrendszer nagyon fejletlen, most például Vietnám és Nigéria jut eszembe, de lehet, hogy Argentinát is ide lehetne sorolni. Erről mesélj kérlek részletesebben, ezt hogy kell ott elképzelni? akkor ak 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 a telefonomon van a, a, a kriptó, és azzal tudok a boltban is fizetni. Sok embernek a telefonja, mert az, a, az jelenti a kapcsolódási pontot az internethez, és igen, vannak a te olyan telefonra írt alkalmazások, amelyeknél hasonlóan a telefonba felvett bankkártyához, tehát ilyen érintéses megoldással lehet fizetni, vagy egy QR-kód beolvasásával, ezt simán megvalósították már a kriptókkal is és hát egyes országokban annyira gyenge a hagyományos pénzügyi rendszer, vagy akkor a nagy megterhelést jelentene az embereknek bankszámlát nyitni. Sok országban az emberek 60-70-80 ának nincsen bankszámlája, de digitális és gyors és olcsó fizetési módokra van igénye, hogy ezeken a helyeken inkább terjed a kriptó, mind olyan államokban, mint Magyarország, vagy az amerikai, az Egyesült Államok, vagy Nagy-Britannia, ahol a bankrendszer fejlett, és akár bankkártyával, akár revoluttal, akár azonnali átutalással könnyen-gyorsan tudunk fizetni. Erre nincsen szükség. Ilyen országokban inkább befektetésként használják a kriptovalutákat. Olyan országokban, amiket te is említesz, ahol tegyük fel, hogy aránylag még fejletlenebb a bankrendszer, ott hogy viszonyulnak ehhez a kérdéskörhöz? Ez csak azért kérdezem, mert pont a fejlettebb országokban már többször beszéltük, hogy évtizedekig tartott még valami értelmezhető szabályozásig eljutott, például a legfejlettebb gazdaság a bitcoin terén. De évtizedekig tartott még egyáltalán úgy ráeszméltek arra, hogy ez egy valami, tehát hogy ez egy jelenség a piacon, akár fizetőeszközként akár befektetési termékként, amit adott esetben egyrészt szabályozni kell, másrészt pedig lehet, hogy a saját pénzemnek, a pénzverési jogomnak egy kihívója lehet. Ezért is kérdeztem, hogy a, a, a digitális fizetőeszközöknek az elterjedését, ami államilag támogatott, azt hogy látod ebbe a spektrumban? Voltak erre kísérletek, már Kínában vezettek be ilyet, volt ilyen kísérlet Venezuelában, is, ahol egy Petro nevezetű kriptovalutával akartak fizetni egy időben, ezek nem tűnnek sikeresnek az emberek, valahogy nem akarták ezeket használni. Én azt gyanítom, hogy a hagyományos pénzzel is az emberek többsége, hogyha megfelelő olcsó-gyors mobil alkalmazásokkal és olcsó-gyors és biztonságos alkalmazásokkal társulnak, Ö, én úgy gondolom, hogy kriptovalutákra az emberek nagy többségének talán nincsen szüksége, lehet, hogy van egy olyan 10-20 százalék, aki mondjuk úgy, hogy whitefülű, aki különleges megoldásokra vágyik, aki jól érzi magát és ő, a technológiai szektorban. Ő, ha jól veszem ki a szavaidból, akkor alapvetően befektetésként tekint rá, és nem fizetőeszközként. Nem, feltétlenül lehet, hogy fizetni és szívesen uh -huh. fizetnek vele, vagy például szívesen használják um, elektronikus játékokhoz, vagy vagy, vagy szívesen vásárolnak rajta különböző gyűjtési eszközöket, vagy, vagy szívesen adakoznak például, tehát sokféle felhasználási terület van. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy a kriptovaluták nem fogják a hagyományos pénzt kiszorítani, hanem valamiféle párhuzamos Világban párhuzamos vonalon fognak mozogni, mindkét szektor, a hagyományos pénzügyi szektor és a kriptovaluta szektor is fog egymásra hatni, hát vesznek egymástól a, egymást a megoldásokat, közelednek egymáshoz, összefonódnak egy kicsit, ennek jelen lehet például ez az ETF is, de egyik sem fogja hosszú távon kilőni ki a másikat. Azt hogy látod a bitcoinnal szemben? Meg akár a legtöbb kriptóval szemben a legnagyobb kritika, hogy éppen azért, mert egy anonim fizetési eszköz, vagy befektetési eszköz, sokat használják számos illegális cselekvéshez. Most, hogy ez így előtérbe kerül jobban, tehát a, a szabályozói szervek is jobban foglalkoznak vele. Ez így fog maradni, háttérbe szorulhat ez a vonal ebbe az egészbe, hova vezet ez az evolúció. Ha teljesen el akarnék rejteni egy fizetést, akkor semmiképpen sem bitcoinnal tenném, a, Bitco a blokkláncok nagy része teljesen nyilvános, egészen Satoshi Nakamoto-ig, az egész rendszer megalkotójáig vissza lehet vezetni minden egyes tranzakciót, vagy minden egyes érme érmedarabkának az útját, amit nem lehet feltétlenül megállapítani, az, hogy melyik bitcoin számla kié de hogyha a bitcoint valaki készpénzre, hagyományos pénzre akarja váltani, akkor ma már a legtöbb különböző bitcoin tőzsdén meg ilyen helyeken igazolnia kell magát, végig kell csinálni az ügyfélazonosítási folyamatot, tehát pénzmosásra, kriptókat ma már elég nehéz használni. Bár van néhány speciális kriptó, amelyet kifejezetten arra találtak ki, hogy ezt a problémát megoldja, és rendkívül erősen titkosított forgalmat lehessen vele bonyolítani, ezeket viszont nem vezették be a legfontosabb kriptotősdékre, vagy éppen kizárják Onnét. Tehát ez egy további sokrétű sok kérdés. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb mértékben pénzmosást, bűncselekményeket a mai napig amerikai dollárral szoktak elkövetni, és igen jelentős részben a hagyományos bankrendszeren keresztül vagy készpénzben. Úgyhogy én nem gondolom, hogy a kriptovaluták olyan nagyon hozzájárulnának a, a pénzmosáshoz és a, és a pénzek, a, a piszkos pénzek tisztára mosásához. Ugyanakkor. Tehát van például, volt például egy 7-8 évvel ezelőtt híres betörés az egyik kriptovaluta tősdére, amelynek a tetteseit nemrég lefülelték, amikor több sok év állás után azok, ezeket az értékeket megpróbálták értékesíteni, egyből elkapták őket. Ma már vannak olyan szolgálat, szolgálatok, szintén ilyen elemző cégek például, amelyek kifejezetten figyelik, hogy bármilyen bűncselekményekben felhasznált kriptovaluták mozognak-e, hova mozognak, Megpróbálják-e ezeket értékesíteni, és hogyha igen, akkor azonnal ö, riadót fújnak. Akkor ha sommázhatom most, amit el, elmondtál, hogy ö, a kalandvágyó befektető az abszolút nézze meg ezt a piacot. Ne tegye rá a. Teljes családi megtakarítást, ha jól veszem ki, mert azért a Be, értelmezésbe. tanácsokat nem adhatunk, mindenképpen e, legyen rendkívül óvatos és tanuljon sokat. Rendben. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ez volt a klasszisnak a podcastja, ma a kriptovalutákról beszélgettünk Pence József kollégámmal. Iratkozzanak fel, kövessenek minket máskor is, köszönjük szépen a figyelmet. Ön a klasszis podcast pénz című műsorát hallotta.